Szeretettel köszöntöm mindjárt. Sajó Szabolcs vagyok, a Párbeszéd házának a egyik embere. És a Loyola Café ennek a Párbeszéd házának egy része, vagy ha úgy fogalmazok, hogy az itt lévő Páber Péterrel elnevezett erőt a közösségnek a missziójához csatlakozó egy önállóan üzemeltetett intézmény. A Párbeszéd házában szoktuk tartani általában az ilyen könyvbemutatókat és alkalmakat, mint a mai is, de most próbáljuk átterelni, ilyen kis kávéházi alkalommá átvezetni ezeket az alkalmakat. Nagyon örülök, hogy összejött ez a mostani találkozás, ez az alkalom. Tamással a nyár elején nagyon jó körülmények között futottunk össze, és kezdtünk beszélni erről az estről itt a házban, és azt gondolom, hogy egy igen fontos alkalom lehet számunkra is, egy találkozás emberekkel, gondolatokkal, reflexióval. A könyvnek a címe, ami a ma estének a címét is jelenti, Pavlovics Tamás, Mi egy ember a végtelenben, Pascal értelmezések. És van néhány szó a könyvben Tamásról hátul, de ahogy itten tájékozottam, kevés embernek van szüksége arra, hogy Tamás most nagyon bemutassuk. Azért felolvasom, hogy 1970-ben is lehet születni, ő a bizonyíték rá, filozófia történész, a Szegedi Tudományegyetemen, filozófia tanszéknek docense, kora újkori filozófia főkutatási területe, valamint a kortárs francia fenomenológia, vallásfilozófia és etika. Pascalról eddig két könyve jelent meg, Rationalisme du Pascal, ez Párizsban, a Sorbonne kiadványaiban, 2000 kiadványai köz 2007-ben, és aztán a Gondolat kiadónál természettudománytól a vallási antropológiáig Pascallal kapcsolatosan 2010-ben, és akkor ez a tavalyi évben jött elő. Mikor beszélgettünk, hogy hogyan is legyen az est, akkor szemezgetvén a nevek közt bukkant föl két társ, aki el is vállalta azt, hogy most itt a beszélgetésben a könyvről, a könyv kapcsán Pascalról, aktualitásáról, a magyar nyelven való tolmácsoltságáról, a Pascallal kapcsolatos kutatásokról, illetve magáról, a gondolatokról, mint a furcsa műről, egy kicsit bővebben, hogy beszélgessünk. És akkor kérem, hogy Smal Dániel egy pár szót mondanál magadról. Igen. Én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Filozófiai Intézetében tanítok, és hát a kutatási területem nekem is elsősorban korabeli filozófia, azon belül is Descartes, Madans, Leibniz elsősorban, Pascal pedig érintőlegesen. Úgyhogy nagy örömmel olvastam a könyvet, és várom a beszélgetést. És akkor Tilman Józsi, ahogy téged mindig hallottalak emlegetni, Kormon Józsitól még 30-valahány éve. Egy pár szót. Én a Mohai Nagy Művészet Egyetemen tanítok, de most éppen a doktoriskolát vezetem, de önnyilvánon kívül, mert nincs más, aki találtatott volna. És ha jól emlékszem, abban az összefüggésben kerültünk mi először kapcsolatba, vagy másodszor,
hogy szerkesztek egy filozófiai sorozatot a Palatinus kiadónál, ahol kiadtuk javaslatom a Pascal vidéki leveleit, amit azóta már részben bánom, mert én sajnos nem bírom a franciát eléggé, de azt olvasom itt ott erről a műről, hogy ez a francia próza, a francia szépírásnak az egyik remeke, de sajnos ebből a fordításból azért nem annyira jön át. És az a ténynél fogva, hogy ez a könyv, ez 10-ben jelent meg először, 1910-ben, és most vélhetően egy jó darab, nem került sor az új fordítására, és már utólag be kellett látnod, amikor javaslatot tetted rögtön, hogy nem láttad be. Ennek az alkalomnak köszönhetően pedig Tamás előző könyvét is elolvastam, mert ezt már ismertem tavaszról. Úgyhogy részemre ennek az alkalomnak mindenképpen az a hozadéka, hogy ha már meglévő könyvet, most akkor elolvastam. Idáig nem használtuk a mikrofont. Ez hogy hatott rád, Máté? Jó, hogyha használjuk? Jó, akkor van két mikrofon, akkor próbálunk fegyelmezetten megfelelni a technika igényeinek. Az eseményt, a beszélgetést rögzítjük, és az szokott történni, hogy a Párbeszédháza honlapján, illetve YouTube-on vissza lehet nézni, ha valaki nem tudott eljönni, tehát ez a terv. És egyben akkor még ilyen házigazdai teendő, hogy Kelecsényi Lászlót említsem, ott ül könyvek között, amiket föltételezett, hogy majd tud az érdeklődőknek a rendelkezésére bocsátani. Nem tudom, hogy praktikus dolog-e az, hogyha valakinek nincs meg a könyv, és bele akar nézni, vagy olvasni akarja, menjen oda, vegye föl, mindjárt, vagy pedig majd a végén. Mert akkor kézben is lehet, és akkor egy másik kötet is van ottan, de az nem Tamástól. Hát akkor ennyit még így bevezetőként, és a Szegedtől Budapestig tartó zakatolása mozdonyon inspirálta Tamást, hogy ő szívesen itt most indulásul összefoglalná tömören, amit a különféle kötetben megjelent tanulmányaiban fő üzenetként Pascaltól most tud mondani, vagy szeretne mondani. Köszönöm. A mikrofon zsinórja így most már felszabadult. Köszönöm. Hát nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon-nagyon szeretném megköszönni Szabolcsnak, hogy ezt az estét lehetővé tette itt, és nagy lelkesen segített a szervezésben, illetve hát egyáltalán meghívott bennünket ide, és a Párbeszédházának. Nagyon köszönöm Józsefnek és Daninak, hogy elfogadták a meghívást, és hogy eljöttetek. Nagyon köszönöm mindannyiótoknak, hogy itt vagytok, és rögtön hozzá szeretném tenni, hogy most én tapasztalom magam, hogy ilyen szégyellős vagyok, tehát én nem szeretnék ennek az estének a középpontjába lenni, hanem, és a könyv is, hát az egy könyv az legyen egy apropó arra, hogy beszélgessünk Pascalról, arra gondoltam. Két kollégám nagyon jó ismerője szintén ennek a szerzőnek, és hát ez egy olyan szerző, akiről szerintem úgy érdemes egy kicsit beszélgetni, érdemes egy kicsit aktualizálni, vagy eltönkprengeni azon, hogy miért érdemes ma Pascalt olvasni és újra olvasni. És arra gondoltam, hogy én most mondanék arról néhány szót, hogy én hogyan olvasom Pascalt, kiváltképpen a Gondolatok című művét, és akkor utána ti pedig mondjátok, hogy ez jó, vagy nem jó, vagy mit gondoltok erről, jó? Tehát ugye van ez a Gondolatok című mű, ezt nyilván valamilyen módon már mindenki találkozott vele, és hát kétségtelen, hogy a nyugati kultúra 100 legfontosabb könyve közé tartozik. Most gondolkoztam azon, idefele jött, hogy vajon a Hanvas az bevette a 100 könyvbe című ebbe az eszébe, nem emlékszem rá, de majdnem biztos, hogy bevette, de nem tudom, hogy meg kéne nézni, hogy mit írt róla.
Tehát egy olyan könyvről van szó, amit érdemes újra és újra kézbe venni, mert hogy van valami mondandója a ma embere számára is. Na most én, amikor Pascalt olvasok és Pascalról írok, akkor nyilván azért teszem ezt, mert egyszerre van bennem egy ilyen filozófia-történészi véna, másszor pedig azért, mert azt gondolom tényleg, hogy érdemes, mert valamit feltár számunkra, valamit hozzáad a valóságértelmezésünkhöz, az önértelmezésünkhöz. Tehát valamilyen módon van egy olyan filozófiai tartalom ebben a szövegben, amelynek van tényleg aktualitása. Na most néhány gondolatban meg szeretném fogalmazni azt, hogy miben áll szerintem a filozófiai aktualitás, vagy miért érdekes ez. És erre tettem kísérletet ebben a könyvben. Tehát ha már a könyvnél tartunk, akkor meg kell jegyeznem, hogy ez voltak éppen az elmúlt 15 évben írt tanulmányaimnak az összegyűjtése, de nagy erőfeszítéseket tettem azért, hogy ez egy ilyen önálló kötetté álljon össze, amit lehet egyben is olvasni, és van egy gondolati íve. Na most az én elképzelésem a pascali gondolkodásról az, hogy a Pascal esetében egy úgynevezett perspektivista gondolkodóról van szó. Mit jelent az, hogy egy hogy a Pascal a perspektivizmusnak a képviselője? Általában a perspektivizmus az filozófiában a Nietzsével szokták összekötni. A perspektivizmusnak az a lényege, hogy egy dolog igazsága az attól függ, hogy milyen perspektívából tekintünk a dologra. Nincs a dolgoknak önmagában vett igazságuk, hanem nagyon erősen attól függ, hogy milyen pozícióból veszük szemügyre a dolgot, illetve hát abból a pozícióból milyen kijelentéseket fogalmazunk meg a dolog kapcsán. A Nietzsénél ez a perspektivizmus, ez meglehetősen radikális filozófiai állásfoglalás, mert voltak éppen kétségből mondja azt, hogy van olyan, hogy nagybetűs igazság. Nincs olyan nagybetűs igazság, minden attól függ, hogy honnan értelmezzük, honnan tekintünk rá, milyen perspektívából tekintünk rá a dolgokra. Na most a Pascalnak van egy nagyon érdekes kapcsolata a perspektívával, nevezetesen, hogy egyike volt azoknak, akik a 17. században megalapították az úgynevezett perspektívikus vagy projektív geometriát, ami azért érdekes, mert matematikailag ugye a projektív geometriában azt vizsgálták, hogy különböző perspektívikus vetítési eljárások során bizonyos alakzatoknak milyen tulajdonságai maradnak meg a perspektívikus vetítések dacára. Tehát Pascal ezzel nagyon komolyan foglalkozott a perspektívával, és hát ennek kapcsán nyilván elgondolkodott, sokat gondolkodott azon, hogy mit jelent az, hogy perspektívikusan szemlélni a dolgokat, mit jelent az, hogy perspektívikusan szemlélni a valóságot. Most a perspektíva kapcsán a gondolatok, hát azért nincs olyan nagyon-nagyon sok szó a perspektíváról, nincs olyan nagyon sok töredék, ami a perspektíváról szól, de vannak elég fontos töredékek, ahol nagyon fontos dolgokat mond arról, hogy mennyire fontos az a nézőpont, ahol az ember áll akkor, amikor a valóságról gondolkodik, akkor, amikor nagyon nagy kérdésekről gondolkodik, morális kérdésekről, ismeretelméleti kérdésekről, metafizikai kérdésekről, vagy vallási kérdésekről gondolkodik. És úgy tűnik, hogy Pascalnak egy meggyőződésévé vált az, hogy a nagyon fontos filozófiai kérdésekben milyen álláspontot foglalunk el, az bizony nagyon attól függ, hogy hol állunk, és milyen szempontból tekintünk a dolgokra. Ez lenne az a perspektíva, ahonnan az ember kiindulva gondolkodik. Most ezt a perspektívát rengeteg minden meghatározza, a kultúránk, a műveltségünk, a neveltetésünk, a hiteink, a rengeteg minden. Tehát ez a perspektíva, ez adott esetben egy nagyon áttételes dolog, de mégiscsak azt jelenti, hogy amikor valamiről beszélünk, akkor figyelembe kell venni azt, hogy honnan beszélünk, honnan nézünk rá arra a dologra. Mert a dolog önmagában nem tárja fel akárkinek, vagy mindenkinek, vagy bárkinek a maga igazságát. Most ez a perspektivista probléma, ez azért lett számomra érdekessé, mert ugye a gondolatok, mint mű, egy eléggé furcsa szöveg.
1000 darab töredékből áll, és nagyon nagy kérdés az, hogy ez az 1000 töredéket hogyan lehet egységbe szervezni, hogyan áll ez össze egyetlen egy művé, hogyan lesz ennek egysége ennek az 1000 töredéknek. És hát ugye azt hozzá kell tenni, hogy ez az 1000 töredék az úgy keletkezett, hát ugye Pascal dolgozott egy művön, de nem tudta befejezni, és amikor meghalt, akkor a szobájában, a dolgozó szobájában egy csomó papírt találtak, amelyen az 1000 töredék így ott volt leírva, lejegyzetelve, de nem volt megmondva pontosan, hogy hogyan áll ez össze egy egységes művé. Na most ami biztos az, hogy a Pascal egy olyan művet szeretett volna írni, amelyben védelmébe veszi a keresztény vallást. Ez lett volna a címe, talán nem tudjuk pontosan, de valami ilyesmi, hogy a keresztény vallás apológiája, vagy a keresztény vallás védelme. Na most elég fura dolog egy ilyen műben olyan elemzéseket olvasni, amely arról szól, hogy az ember a végtelenbe vettetett, és ebben a végtelenben, ha szétnéz a világban, abban a végtelen világban, amelyben benne él, akkor egy rettenetesen nagy ürességet talál. A végtelen terek örök némasága rettegéssel tölt el, írja Pascal az egyik töredékben. És úgy néz ki, hogy ha módszeresen szemügyre veszük a világot, akkor azt tűnik belőle ki, hogy ez a világ ez üres. Ennek a világnak nincsen jelentése. A világ nem jelent semmit önmagán túl. Nem utal semmire egy teremtőre, egy első okra, ahonnan ez levezethető lenne. Hogyan lehet az, hogy egy vallási apológiában ilyen elemzéseket találunk? Hogy a világ üres. Nem arról kéne szólni a vallási apológiának, hogy van Isten, és hogy igenis, aki ezt tagadja, az tévedésben él, és így tovább, és így tovább. Most ezek a töredékek elég nagy, ugye, tehát nagy értelmezői hagyománya van annak, hogy ki hogy próbálta ezeket magyarázni. A számomra a legkevésbé szimpatikus, de a legkézenfekvőbb magyarázat, hogy Pascal elképzelte egy ilyen vallásellenes gondolkodót, egy szabad gondolkodót, egy libertinust, és annak a szájába adta ezeket a gondolatokat, csak hát nem írta oda, hogy ezt egy olyan ember mondja, akivel egy pillanatig se értek egyet. Most azt gondolom, hogy ez nem egy túl jó, nem egy hát kézenfekvő, de nem egy igazi mély értelmezése a szövegnek. Hanem én megpróbáltam egy másik utat járni, és ez pedig a perspektivizmusnak az útja, nevezetesen, hogy eljátszani azzal a gondolattal, hogy ez a világnak azok a leírásai, amelyek a világot teljesen üresként, Isten nélküliként írják le, azok teljesen igaz leírásai a világnak, Pascal szerint is, és voltaképpen nem föltétlenül zárja ki azt, hogy emellett legyen egy másik leírása is a világnak, vagy a valóságnak, ha úgy tetszik. Egy olyan leírása, amely azt mondja, hogy a világ nem üres, a világot Isten teremtette, a világban az emberi életnek van értelme, az emberi élet értelmének középpontja az Jézus Krisztus, hiszen ilyen töredékek is nagyon nagy számban találhatók a gondolatokban. Tehát azt próbáltam úgy próbáltam meg az egész szöveget értelmezni, hogy ezek voltak éppen, hogy ezekre az ellentmondásokra a perspektivizmus ad egyfajta választ, azaz ezek az álláspontok, ezek különböző perspektívából történő valóságértelmezések, és a Pascal ezeket a lehetséges valóságértelmezéseket írja le, mégpedig hát ennek van az ő esetében egy úgynevezett apológiai célja, nevezetesen, hogy ő egy olyan stratégiát követ, hogy nem azt mondja, hogy én látom helyesen a világot, drága barátaim, és mindenki más téved, és ha valaki nem fogadja el az én álláspontomat, akkor jöjjön ide, majd én bebizonyítom, hogy nekem van igazam, hanem azt mondja, hanem azt próbálja megmondani, hogy voltaképpen minden perspektívából van a valóság leírásoknak értelme, ezeknek van igazságtartalma is. Az a nagyon érdekes, hogy ezeket a különböző perspektívákat hogyan viszonyítjuk egymáshoz, illetve az egész szöveg arra tesz kísérletet, hogy a perspektívákat egymással tehát egymással viszonyba hozza, és megpróbálja megmutatni azt, hogy
minden perspektívában, noha minden perspektívában van igazság, minden perspektívának az igazsága részigazság, partikuláris igazság. Nincs tökéletes perspektíva a valóságra, honnan a valóság a maga igazságában feltámulna, hanem ezek részleges perspektívák. Tehát sokkal helyesebb az, hogyha belátjuk, hogy a perspektíváink azok részlegesek. Na most ez azért, ennek, és akkor most már csak egyetlen egy gondolat, itt le is állunk, nem akarom eldumálni az estét, hanem hogy ennek mi az aktualitása. Hát, az, hogyha ezt komolyan végig gondoljuk, akkor ez azért lehet ma érdekes, mert valami olyasmit próbál megállítani, hogy nincs feltétlenül kibékíthetetlen ellentét egy természettudományos, fizikalista, materialista álláspont, és egy vallásos, teista álláspont között, hogy itt nem vagy-vagy a helyzet, hanem ezek különböző perspektívából történő valóságleírások. És hogyha különböző perspektívából történő valóságleírásokként kezeljük őket, akkor az valahogy szerintem, de most ebből nem akarok tovább, nem, majd beszélgessünk erről, ha akarjátok, az egy izgalmasabb álláspontot tesz lehetővé, már a vitapozíciók szempontjából is, mert nyilván fontos az, hogy ez az egész, ez ugye egy ilyen párbeszéd háza vagyunk, egy párbeszéd lehetőségét eleve sokkal szélesebbre tárja, és sokkal nyitottabban tudunk erről közösen gondolkodni adott esetben. Én csak eddig mennék most el, és meg is állnék. Ismervén Tamást, és ismervén a könyvet, és ismervén Pascalt, amiket most elmondott, van-e abban valami hívó szó, vagy mondat, amit téged megszólított? Köszönöm szépen. Ugye én Pascalt, azt hadd mondjam rögtön a kezdetén Tamás értelmezésén keresztül ismerem elsősorban, mert hogy olyan régen kezdtünk erről beszélgetni, és hát tehát nagyon sokszor ezeket a gondolatokat Tamás elmondta, és ez nagyon mélyen meghatározza azt, ahogyan én Pascalt olvasom. Van azonban egy másik szempont is, ami engem a Pascal olvasás közben folyamatosan foglalkoztat. Ez pedig a 17. századi, tehát kora újkori filozófiának az egyéb szerzői, egyéb nézőpontjai, az egyéb perspektívák. És én valamiképpen tehát Pascal számomra mindig egy nyugtalanító szerző, abban az értelemben is, hogy borzasztóan provokatívnak érzem azt, amit ő elmond. Mert ugye azt talán le lehet szögezni, vagy nem is tudom, nem akarom leszögezni, csak én úgy látom a dolgot, hogy Pascal a kora újkorban, Pascalt egészen máshogy olvassák, mint manapság. Tehát a perspektivicitásnak ez a fajta aktualitása, ami számunkra manapság magától értetődő, hogy posztmodern világunkban, hogy így mondjam, mindenhez valamilyen nézőpont tartozik. Tehát az az aktualitás, ami Nietzsche után valamilyen értelemben magától értetődő, ez így akkor nem merült föl, vagy nem így merült föl. Nagyon fontos volt természetesen a perspektíva fogalma, nagyon fontos volt az, amire Tamás utalta, ez a perspektívikus geometria, de nagyon fontos volt az is, hogy a perspektívikus geometria, illetve ez a projektív geometria, ez a racionalitásnak volt egy mintaszerű megfogalmazása és megnyilvánulása. És minthogyha, tehát Pascal azért egy nyugtalanító szerző, mert ebben a vallási apológiában mintha azt csugalná, vagy azt csugalja, hogy ezek a perspektívák, ezek valóban összhangba hozhatók egymással, harmonizálhatók egymással. Van egy olyan racionális nézőpontja a dolgoknak, ahonnan nézve mindaz, ami számunkra ellentétesnek tűnik, kibékíthetetlennek tűnik, az valamiképpen összesimul. És
ugye Tamás értelmezésében az egész apologia lényegében egy olyan modellt követ, amiben bíznunk kellene abban, hogy megszerkeszthető az a pont, ahonnan nézve az egymásnak ellentmondani látszó valóságok kibékíthetők egymással. Na most ezen a ponton az apológia, mint egyfajta racionális vállalkozás, azért tehát az ember azt érzi, hogy végső soron mégiscsak hitet követel tőlünk, és akkor pontosan ebben áll a provokatív jellege számomra, hogy valamiképpen azt kívánja tőlünk, hogy bízzunk egy olyan racionalitásba, amelynek semmiféle garanciája nincsen. Tehát összefoglalva, én is akarok sokat beszélni. Számomra az az értelmezés, amit elmondtál, ez egy borzasztó szimpatikus értelmezése Pascalnak, viszont ott van bennem a kis ördög, amit egyrészt a 21. században élő emberben azt hiszem, hogy ott van, hogy vajon valóban ezek a perspektívák, ezek összhangba hozhatók-e, nem nagyon is mélyen és radikálisan egy Nietzsche utáni korszakban vagyunk-e, ahol csak perspektívák vannak, de az a magabiztos feladatkijelölés, hogy keressük meg ehhez azt a pontot, ahonnan nézve ezek valóban mind összekapcsolódnak, ugye ez egyáltalán nem magától értetődő és nem evidens számunkra. Illetve egy másik kis ördög a kora újkori filozófia felől nézve, amelyik azt mondja, hogy itt a racionalitásnak egy nagyon különös használatával van dolgunk, ami egyszerre állítja azt, hogy bizonyos dolgok ellentmondásban vannak egymással, és egyszerre állítja azt, hogy de ez az ellentmondás egy olyan pontról nézve, ami hát végül is amiről ahova csak a hit tud elvezetni, vagy csak a kegyelem tud elvezetni, ezek az ellentmondások, ezek föloldhatók. Filozófiai oldalról nézve, vagy azoknak a szerzőknek az oldaláról nézve, akik Pascalt olvasták a kora újkorban, ez egy nehéz állítás, egy nagyon provokatív és nehéz állítás. Akkor folytatom, vagyis talán ott kell kezdenem, hogy számomra nem filozófia történeti érdeklődésből, hanem filozófiai érdeklődésből, vagy közemberi érdeklődésből merült fel Pascal még annak idején, amikor a gondolatok először megjelent, és aztán időről időre, később aztán egy német fordítást, az már a Lafoma féle kiadáson alapuló német fordítást is olvastam. És ha már itt a perspektivizmusról beszéltetek, akkor folytatnám ezt. Nekem az volt a nagyon erős benyomásom most, amikor újból találkoztam vele, illetve a könyveiden keresztül, hogy a perspektivizmus annyiban is érvényes, azt gondolom rá is, meg ránk is, illetve arra az antropológiai hát látásra, illetve tapasztalatra, hogy a különböző racionalitásaink azok azon alapulnak, hogy milyen antropológiai tapasztalataink vannak, illetve milyen az antropológiai koncepciónk. Hogy mit tekintünk kiinduló alapzatnak, illetve hogy milyen tapasztalataink vannak, amelyeken a racionalitásunk felépül, és hát ezek bizony eléggé különbözőek, egyszerűen az élethelyzetbeli különbözőségeink folytán. A másik, ami engem annak idején, és azóta is újra és újra a Pascalban megragad, az a paradoxonainak a hőfoka, ahogy ezeket
az egyidejűleg érvényes igazságokat képes együtt látni, együtt szemlélni, és ezt mondjuk a te írásaidból tudom, hogy ennek, ezeknek a perspektíváknak ugye volna egy lehetséges közös nézőpontja, amelynek viszont, és itt ez megint csak egy olvasói nézőpontom, én azt gondolom, hogy talán nem véletlen, hogy ez az apológia töredékbe maradt. Mert ezek a töredékek, ezek az egységek, amelyek ilyes formán állnak előttünk, ezek eleve számomra legalábbis nagy részüket tekintve eleve töredékként tudnak létezni, és nem tudom elgondolni, nem látom kirajzolódhatni azt az egészet, amiben ezek így beleilleszkednének. Nyilván lehetséges ilyen, vagy elvben lehetséges lenne ebből ugye egy egységes szövegkorpusz, vagy lehetséges lett volna Pascal számára, de én úgy érzékelem ezeknek a szövegeknek a nagy részéből, hogy olyan módon feszülnek egymás ellenébe, hogy nem igen lehetett volna ebből egy egységes művet létrehozni. Igen, az aktualitásához még igen, mert ugye ez volt ezért is vagyunk itt, a könyv aktuális megjelenése kapcsán. Az az antropológia, ami ebből a könyvből kirajzolódik, továbbá az a történetfilozófiai nézőpont is, amely a dolgokat a maguk, ha nem is végtelen, de hallatlan esetlegességükben látja és láttatja, azt gondolom, hogy ez nagyon közel áll ahhoz, amit mi látunk, illetve tapasztalunk. És előjött menet közben, ahogy jöttem idefele, ugye körülöttünk zajló európai szintű, illetve azon is túlmenő események eszembe juttatták a híres Kleopátra orráról szóló töredéket, amely ugye azt mondja, hogy ha Kleopátra, csak felidézem, gondolom, többnyire ismerjük ezt, amennyiben Kleopátra orra valamivel hosszabb volna, akkor másként néz neki a föld arculata, vagy ugye körülbelül ezt mondja ez a töredék. És hát ilyen tapasztalatokban ugye van részünk, ilyeneket látunk, hogy milyen esetlegességeken múlik a, ha nem is az egész világ, de elég nagy szegmenseinek a sorsa, és ennek kapcsán egy hasonló, hát esetleges apróság jut eszembe, ami viszont nagyon aktuális. Augustinus görög tudása, konkrétan az áteredő bűn fordításának a problémája, amelyet most már több felől megerősítve hallok, én magam nem tudom ezt ellenőrizni, mert annyira nem tudok se görögül, se latinul, csak hogy ottan egy kicsiny félrefordítás történt, ezt állítják a teológusok, illetve szaktudósok, minek folytán a bűntudat problémája a nyugati kereszténységben egy kicsit súlyosabban nehezedett rá a hívekre, mint a keleti kereszténységben. Annak, anélkül, hogy most ennek a teológiai problémáiba belebocsátkoznék. És egy nagy ugrás, hogy ez most miért aktuális? Azért aktuális, mert az egész európai nem csak a kereszténységen kívüli európai világ is egy sajátos bűntudatban szenved. Ezt a Pascal Bruckner egy könyvében
kimerítően le is írja a bűntudat zsarnoksága címmel, és hogy tulajdonképpen ebben eredeztethető annak a nagyfokú, az önfelszámolásig menő toleranciának és rózsaszín látásmódnak és önfelszámolásra indító magatartásnak, amivel a jelenlegi európai emberiség az elitjeitől a politikai osztályáig más kultúrákkal szembeni, hogy úgy mondjam, keresem a megfelelő szót, szumisszión, az, hogy mondják magyarul, aláveti magát, igen. Az iszlámra gondolok konkrétan. Vagyis, hogyha mint Kleopátra óra más lenne, ha Augustus jobban ismerte volna a görögöt, és jobb, akkor világarculatja egy kicsit más lenne, gondolod. Mondom. Na, visszatérve a Pascalhoz és az elhangzottakhoz, hogy állandóan előjön az a nagyon ősi, egyszerű kis kép, hogy a vakok oda mennek az elefánthoz. És mindegyik tapogatja, és utána a meggyőződéssel mondja az igazát. De hát nem ugyanazt a részét tapogatják az elefántnak. Most a perspektívikus igazsággal kapcsolatosan, hogy hát a teljesség tekintetében, amennyire egyáltalán hát fantáziálunk, hogy van, és hogy az micsoda, hogy mindenképpen része, ugye a kategóriáink, amiken keresztül érkezik a világ, az ilyen-olyan, amolyan. Tehát sokkal inkább ez a perspektívikus igazság nem arról akar beszélni, hogy mi az, amit látok, hanem hogy ki vagyok. Arról szól, hogy én ilyennek látom, tehát én ilyen vagyok. Erre voltam képes. Na, és csak be akartam hozni ezt az elefánt hasonlatot, hogy ez nem ugyanezt a problémát egy nagyon egyszerű, világos tanmesében igen régtől csak hát nagy eszünkkel úgy ezt kell egy kicsit ragozni és részletezni, és akkor a másik, amit behoznék, hogy ugye vannak ezek az igazsággal kapcsolatos elképzelések, a via affirmatíva, via negatíva, via szuperlatíva, hogy tulajdonképpen ez nem más, mint a valamilyen módon a via negatívának, amit mondok, perspektívikus igazságom, de mindjárt tagadom, mert hát másik máshogy látja, ez is igaz, az is igaz, mert állítom is, és föltételezem, hogy van egy egyetem, van egy szuperlatíva. Na, csak gondoltam, hogy egy kicsit itten... Jó, oké. Tehát akkor maradjunk itt ezeknél a perspektíváknál, mert mind a ketten, tehát úgy érzem, hogy megfogalmaztatok egy ellenvetést, fenntartással kezelitek az én Pascal értelmezésemet, teljesen jó. Tehát, hogy mind a két ellenvetésben valami olyasmi fogalmazódott meg, mint hogyha én arra tennék kísérletet, hogy itt van ez az 1000 töredék, ez egy ilyen nagy puzzle, eddig senki nem tudta kirakni, de én majd most kirakom. És hogy itt van, egy klasszul meg van csinálva az egész. Vagy pedig, hogy azt mondom, hogy itt persze perspektívák vannak, egyéni perspektívák, de azért van egy kikerekíthető nagy igazság, ahonnan ezek a perspektívák harmóniában állnak össze. Egy kicsit úgy nézne ez ki, minthogyha egy nagy rendszert szeretnék kreálni a pascali gondolatokból, pedig semmi nem áll távolabb tőlem. Azért. Jó, lehet, hogy nem ezt akartátok mondani, de majd elmondjátok, csak hogy nehogy valaki azt higgye a közönség köreiből, hogy ez volt, ez a szándékom. Tehát tehát ugye... Azt gondolom, hogy azért rendkívül izgalmas a Pascal, mert ő az első, aki ezt a minden egész eltörött élményét megfogalmazza a nyugati kultúrában. Ha van valaki korábban, akkor mond, de szerintem ebben a korszakban, a kora modernben a legradikálisabban ezt az érzést megfogalmazta, az ő. És ő
azt mondja, hogy ez végérvényesen eltörött, tehát ezt nem lehet újra összeforrasztani, és ne is próbáljuk meg. A Pascal nagyon idegenkedett mindenféle metafizikai gondolkodást és metafizikai kísérlettől, amely valamilyen módon egy ilyen szuperigazságra appellálva újra megpróbálná a valóság egységét rekonstruálni. És éppen ezért tartom én ezt fantasztikusan izgalmasnak, hogy a 17. században van egy ilyen kísérlet. Teljesen igaz, egyetértek a Danival abban, hogy a kortársok ezt nem így olvasták. De hát én nem vagyok 17. század kortárs, és engem pont ezzel kezdtem, hogy engem az izgat, hogy hogyan lehet úgy olvasni, hogy ez ennek legyen valami, tényleg valami aktuális jelentése. Tehát én azt gondolom, hogy a Pascal gondolatokban van egy nagyon erős feszültség, és én ezt az értelmezésemben végig meg szeretném tartani. Tehát amikor József a paradoxonokra utalsz, és hogy voltak éppen a perspektívák, azok feloldanák ezeket a paradoxonokat. Nem föltétlenül gondolom így. Azt gondolom, hogy és akkor most nem tudom ezt nem behozni, hogy amire az egész értelmezésem épül, az egy híres töredék, amely a három úgynevezett rendet különböztet meg egymástól. Azt mondja Pascal, hogy három különböző rend létezik, a test rendje, az ész rendje és a szeretet vagy a szívnek a rendje. És ezen rendek között a távolság végtelen. És hát ez egy elképesztő bonyolult konstrukció, és a kommentátorok rengeteget elvitatkoznak azon, hogy mi az, hogy rend, mit ért ez alatt, hogy rend, mit ennek a rendnek a jelentése, mert részben úgy tűnik, hogy itt embercsoportokat ért alatt. A test rendje az a hatalom emberének a rendje, akinek az életben az értékrendjét a testiség, az anyagiság határozza meg. A szellemrendje, az észrendje az a tudósoknak a rendje, akiknek az életben az értékrendjét a tudományos kutatás és a tudományos igazság határozza meg. És a szívrendjének az pedig a szentek rendje, akik a szeretet, Isten szolgálat alapján építik fel az életüket. Na most én azt mondom, hogy ez a három rend, ez egyúttal ugye ezek vannak matematikai gyökerei is, ez a három rend konstrukciójának. De valójában ez a három rend, ez három perspektíva, amelyet Pascal nagyon pontosan definiál, három látásmód, ahogy a valóságra nézhetünk, értékrendek mentén meghatározható látásmód, és ezek a látásmódok ezek összeegyeztetetlen egymással, tehát ilyen elképesztő erős feszültségek vannak, illetve hát azt mondja, hogy a távolságuk végtelen, tehát ezek ilyen heterogén viszonyban állnak egymással, összeegyeztethetetlenek. Na most mindegy, most nem akarok belemenni a részletekbe, de azt gondolom, hogy ez a három rendnek a megkülönböztetése, ez három ilyen perspektívikus síkot definiál, és a szöveg ebben a regiszterben mozog előre. A rendek azok valamilyen módon diskurzusokat is meghatároznak, és ez a nagyon furcsa, nagyon különös szöveg, ez ebben a három rendben meghatározott különböző diskurzusokat játszat egymásba. Ennek egyébként az eredménye az, hogy rengeteg paradoxonba ütközünk. Három különböző racionalitás definiál például szerintem. A három racionalitás az nem kompatibilis egymással, de az kétségtelen, és ebben valamennyire igazat akarok adni Daninak, hogy a Pascal a három rend között egy hierarchiát tételez. Tehát mégiscsak valamilyen értelemben, ha nem is metafizikai vagy ontológiai értelemben, ez a három rend egymásra épül, vagy egymás fölé alá rendelhető. És nyilván, hogy a legfelső rend az egy olyan perspektíva, ahonnan rálátás nyílik az alsóbb rendekre. Most innentől fogva pedig úgy tűnik, hogy akkor van egy olyan perspektíva, ami az egész valóságot egy végső igazság egyében egységesíti. De én azt gondolom, hogy nem. Tehát azt gondolom, hogy a harmadik perspektíva, a szívrendjének perspektívája is egy
töredékes perspektíva, egy részleges perspektíva, ahonnan nem oldódik föl, nincsen harmónia, hanem a legszélesebb látókört adományozza, de nem oldja fel a rendek közötti kibékíthetetlen heterogeneitást. És szóval, hogy engem sokkal jobban azért, tehát leginkább az érdekel, hogy ez hogyan működik a szövegben, hogyan működtet a szöveg három ilyen egymástól különálló perspektívát, és maga a gondolatok, és teljesen egyetértek veled, amikor azt mondod, hogy nem véletlen, hogy ez töredékbe maradt. Van egy nagyon érdekes kísérlet, egy Emmanuel Martino nevű francia filozófus kiadta a gondolatokat egységes szövegként. Egy nagyon furcsa kiadás, megpróbálta rekonstruálni a diskurzus egységességét. És szerintem ez nem vezet sehova. Vannak olyan értelmező iskolák, akik ezt tartják a gondolatok szövegnek, teljes mértékben tekintének tisztelik, vagy tekintének tekintik ezt a kiadást. Én szerintem nagyon fontos ez a töredékesség, rendkívül fontos, mert éppen ezzel a töredékességgel is pontosan erre utal a Pascal, hogy nem lehet a széttört valóság egységét rekonstruálni. Vannak perspektívák, meg lehet őket határozni, de ezek nem fognak egységes egészé összeállni. Tehát tényleg nem akarok egy ilyen egységes rendszerbe gondolkodni erről a műről és a pascali világlátásról. Az a bizonyos eredeti bűn és a minden egész eltörött, és a te tiltakozásod a eredeti bűn ellen és ezek... Bocsánat, nem ezt a szállat szeretném folytatni, hanem egyrészt valóban a korszak hát a nagyon jó antennával bíró emberei számára vált nyilvánvaló akkoriban, hogy ez az egész eltörött. Én nem emlékszem évszámra, de a John Donne, mintha valamivel korábban írta volna ugyanezt. Mellesleg szintén egy nagy formátumú vallás keresztény filozófia húzódik meg ennek a hátterébe, már John Donne-nál. Én távolról sem akartam volna elvitatni azt, hogy az általad ebben illetve a másik könyvben is írt perspektívikus látásmód nemhogy ne lenne indokolt, hanem nagyon nekem segített jobban értelmezhetővé tenni. De én azt gondolom, hogy ezeken belül, amire utaltál is, hogy ezeken belül sem biztos, hogy feloldhatók azok a paradoxonok, amelyeket ugye a szöveg tartalmaz. Viszont eszembe jutott közben, miközben ezt említetted, hogy milyen is lenne az egyetlen nézőpont, ahol ezek a perspektívák együvé látszhatnak olvadni. Nem az én vízióm, hanem eszembe jutott az irodalmi párhuzam, amelyik ezt talán érzékelhetőbbé teszi, mint ahogy mi ezt képesek volnánk. És mivel ugye nem egy filozófiai szeminárium ülünk, ezért megengedem magamnak ezt az irodalmi példát, amit egyébként szoktam diákokkal olvasni. Ez a Borgesnek a Isten betűje című elbeszélése, amelyet most megpróbálok röviden összefoglalni, hogy miről is szól. Egy aszték pap monológia, aki egy barlangbörtönbe van, mely barlangbörtön el van választva egy ráccsal, és a rács túloldalán egy tigris van. A tigris is épp úgy rab, mint az elbeszélő. És az elbeszélő pap
monológiának az alaptémája, az Isten betűje, megtalálni azt a jelet, ami valamiképpen őt onnan megszabadítaná, vagy egyáltalán az Istenével kapcsolatba hozná. És nem hosszú a történet, de ennél tovább nem nyújtom, mert ami igazán itt érdekes számunkra az az, hogy egy idő után ez az elbeszélő megtalálja hosszas tűnődések után, amire ugye van kellő ideje, Isten betűjét megtalálja a Tigris mintázatába írva. De nem ez az igazán érdekes, és számunkra sem ez az érdekes, hanem ami utána történik. Jelesül az, hogy annak utána, miután rájött, és belátta, és belelátott Isten betűjébe, és átlátta a mindenséget, semmivé vált számára az a probléma, hogy kicsoda ő, hol van, és hogy rab egy föld alatti börtönbe. Ha van a perspektíváknak valamiféle egyesítésének egy víziója, számomra legalábbis ez áll a legközelebb, amikor nemhogy az egyes perspektívák paradoxonjainak a feloldhatatlansága már nem probléma, hanem a különböző perspektívák között mutatkozó inkonzisztenciák sem számítanak, mert annyival fölébe került a horizont. Tehát amin én gondolkodom ezzel kapcsolatban, vagy gondolkodtam, az, hogy nem arról van-e szó, hogy tulajdonképpen a paszkáli szövegek azért érintenek meg bennünket, pontosan azért érintenek meg annyira, ahogyan mondtad, vagy ahogy ez elhangzott többször is, mert hogy ráismerünk arra a fajta fragmentáltságra, amiben élünk. De vajon az az apologetikai program, amit te rekonstruáltál mögötte, meg amiről tudni lehet, amiről a bizonyos töredékek is szólnak, hogy vajon ez a program ez egyáltalán kivitelezhető-e? Tehát, hogy nem azért maradt, vajon csak azért maradt-e ez töredékben, mert hogy Pascalnak nem volt ideje megírnia ezt az apológiát, vagy pedig azért maradt töredékben, mert ez nem megírható. És én azért gondolom, hogy nem megírható, mert ugye az egyik tanulmányodban nagyon szépen rekonstruálod azt, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni ahhoz, hogy valaki apológiát művelhessen. Tehát először is kell egy olyan racionalitás fogalom, amelyre feltételezem, hogy akivel vitában állok, vagy akivel beszélgetek, akivel párbeszédben állok, osztja ennek az alapjait. Tehát erre a racionalitásra támaszkodhatok. Másrésztről viszont, amikor Pascal ugye megmutatja ezeknek a különböző rendeknek a belső logikáját, és azt, hogy ezek a rendek, ezek különböző nézőpontokat jelentenek, különböző perspektívákat, amelyek nem egyeztethetők össze egyik perspektívából sem, akkor végül is azért eljut oda, hogy egy adott ponton, ahogyan ezt megmutatod, mégiscsak megjelöli, hogy mi volna az a nézőpont, ahonnan ezek hát összerendezhetők. És tehát ennyiben én azt gondolom, hogy a könyvben ezt te is hangsúlyozod és kimondod, tehát hogy Pascal szerint Jézus Krisztus személye az, ahonnan nézve, tehát ő jelöli ki azt a pontot, ahonnan nézve ezek a racionálisan össze nem egyeztethető diskurzusok, ezek valamiképpen harmóniába hozhatók egymással. Nagyon fontos ez a váltás, tehát hogy Jézus Krisztus személye, ezt te is hangsúlyozod az egyik tanulmányban, tehát hogy itt nem egyszerűen egy valamiféle racionális vízióról van szó a világban, hanem hogy az igazság Pascal számára egy személyben jelenik meg. Na most ezen a ponton én azt hiszem, hogy teljesen jól látható az apológiának a struktúrája, de mégsem igazán működik. Mert hogyha eljut egy olyan pontra, ahol át kell lépni egy olyan rendbe,
ami nem megközelíthető, akkor ugye az ész számára, vagy az alsó perspektívákból nem látszik, nem megközelíthető, akkor tulajdonképpen ez, ugye ez kezdhette volna ezzel. Tehát, hogy az ember azt érzi, hogy na jó, de hát akkor miről beszéltünk egészen idáig? Hogyha végső soron oda jutunk, hogy ha hiszel Jézus Krisztusban, akkor majd látni fogod, vagy akkor se fogod látni, hanem majd esetleg egy kegyelmi pillanatban fogod látni az, ami most szimplán ellentmondásnak tűnik logikai értelemben. Tehát arról azt próbálom így körüljárni egy picit, hogy hadd említsek egy 17. századi Pascal olvasót, aki azt hiszem, hogy pontosan ennek az apologetikus szituációnak a paradoxonját dolgozza ki. Ez pedig Pierre Bell, aki a 17. század végén úgy olvassa Pascalt, vagy úgy olvassa ezt az egész apologetikus szituációt, hogy itt egy vagy-vagy van. Tehát, hogy vagy egy racionális diskurzust folytatunk, vagy pedig a hitre hivatkozunk. És valahogy ez a finom összeszövése, ami Pascalnál látszik ennek a kettőnek, ez az, amit Bell nagyon világosan szétválaszt. Méghozzá nagyon provokatívan választja szét. Tehát azt mondja, hogy kérem szépen, ha racionálisan nézzük a dolgokat, ilyen és ilyen paradoxonokhoz jutunk. Ha racionálisan nézzük a dolgok, próbálunk egyfajta leírást adni a dolgokról, akkor erre és erre az eredményre jutunk. De hát azután, és akkor lapozunk egyet a könyvben, de hát milyen jó, hogy a keresztény hit megtanít bennünket az igazságra, ami megmondja, hogy nem úgy van, ahogyan eddig láttuk, hanem megmondja, hogy az ész számára miért nem láthatók a dolgok a maguk teljességében és igazságában. Csak ugye nagyon világos, hogy amikor ezt a lapozást megtesszük, akkor erre azt mondhatja valaki, hogy hát én ezt nem lépem meg. Tehát ugye ez a vagy-vagy jelleg. No, tehát summa summarum, valamiképpen az az érzésem, hogy Pascal hallatlanul finoman szövi össze ezeket a szempontokat, de mégis, minthogyha ahhoz, hogy ez apológiaként működni tudjon, ez az egész program, ahhoz valahogy túlságosan heterogén elemek lennének itt összekapcsolva. De hogy ez nem baj, tehát hogy pont attól izgalmas a dolog, hogy ez a minden egész eltörött, ez ebben is látszik. Tehát, hogy mint apológia nem működik, de mint egy perspektívikus gondolkodás, mint probléma, itt van velünk ma is. Igen, ez nagyon, ez egy szimpatikus értelmezés, ami teljesen elfogadható szerintem. Tehát a helyzet a következő, ugye a Pascal az egy jansenista. Pascalnak a megtérése után, ez egy bonyolult történet, a megtérése után a jansenisták szellemi köreihez csatlakozik, és nagyon szoros baráti viszonyt ápol velük. Ugye a jansenizmus az egy augusztiniánus 17. századi irányzat, teológiai irányzat, ahol a kegyelemnek, a kegyelem teológiájának nagyon nagy szerepe van. És az egyik legfontosabb tézis, ugye, hogy a hatékony kegyelem az, ami a szívet, meg az elmét, meg az emberi természetet megfordítja, és igazából a kegyelem az, ami hitet képes csiholni egy emberben. Na most, hogyha ez így van, ha csak és kizárólag a kegyelem, az isteni közbeavatkozás, isteni akarat az, ami a hitet adja az ember számára, és ez máshogy nem elérhető, akkor miért írunk apológiát? Akkor hogyan lehetséges apológiát írni, vagy mire jó egyáltalán? Ugye, mire jó apológiát írni akkor, hogyha ez csak és kizárólag az isteni kegyelemtől függ? Most a Pascal az egy ilyen teológiai háttérből érkezik, és kezd el gondolkodni azon, hogy akkor most mi van? Akkor lehet-e egyáltalán, vagy van-e értelme
apológiát művelni, mert ugye az feltételezi, hogy, vagy mint a Dani nagyon jól elmondta már, hogy, hogy van egy olyan racionalitás, amelynek a keretei között tudok alapvető teológiai igazságokat bizonyítani, és ezáltal meggyőző erővel felruházni, és ezáltal meggyőzni bizonyos címzetteket arról, hogy, hogy, hogy ezek az igazságok valóban igazak, ezek a kijelentések valóban igazak. Hogyha nem lehet egy ilyen, nincsen egy ilyen racionalitás, illetve hogy ez a racionalitás ez nem alkalmas arra, hogy a hitet, a meggyőződést Isten létében és az alapvető vallási igazságokban való meggyőződést létrehozza, akkor mi értelme van egyáltalán apológiát írni? Ugye? És erről egy nagy tehát ez egy nagy dilemma, mert voltak olyan janzenisták, akik azt gondolták, hogy tényleg erre ilyen értelemben nincsen szükség, mert semmi értelme nincs. És azt gondolom, hogy a Pascalt ez nem hagyta nagyon békébe ez a gondolat. A Pascal az egy elég makacs valaki volt. Nagyon van egy fennmaradt párbeszéd, azt nagyon szeretem, ez a párbeszélgetés Sassi úrral, Epiktétoszról és Montaigne-ről címet viseli, mert a Sassi úr, a Monsieur de Sassi, az a Pascal janzenista lelki vezetője volt, egy fantasztikus nagy teológus, a Bibliát franciára fordította, nagyszerű hebraista és görögül is tudott, és nem tudom én. És van közöttük egy párbeszéd Epiktétoszról és Montaigne-ről, és ez borzasztóan jól mintázza azt, hogy Pascal hogyan viszonyul ahhoz a szellemi közeghez, amiben belecsöppent a megtérése után. Ez a szellemi közeg, ez alapból teljesen ellenséges a filozófiával szemben, és mindenféle ilyen természetes racionalitáson alapuló érvelésekkel szemben. Azt mondja, hogy a Bibliát kell olvasni, meg Szent Ágoston kell olvasni, a többi az nem ér semmit. És a Pascal egyfolytában amellett érvel a saját lelki vezetőjével szemben, hogy igenis, hogy ezeket kell olvasni, mert ezek nagyon jó szövegek, borzasztó jó olvasmányok, és ráadásul még apológiai értékük is van. Hát nem fogja nekem Montaigne bebizonyítani, vagy ugye hát Montaigne az nem ilyen bizonyításokat foglalkozott, de hogy nem fogok ezen szerzők olvasása nyomán eljutni a hithez, de bizonyos ilyen előkészítő, ilyen lelki gyakorlatos, vagy mentális gyakorlatos hatása igenis, hogy van ezek a szerzők olvasásának. És nem tudják egymást meggyőzni, nagyon érdekes ilyen vita alakul ki közöttük, és egyik sem fogadja el a másik álláspontját. És ez a kezdetén zajlott ez a beszélgetés, és tudjunk a Pascal megtérése után, és Pascal sokáig gondolkodott azon, hogy oké, tényleg van egy ilyen teológiai hagyomány, ami azt mondja, hogy nincs értelme racionális érveket felhozni Isten léte mellett, és ezt el is fogadom, és akkor hogyan tudok mégiscsak amellett, mégiscsak apológiát művelni. Tehát én azt gondolom, hogy a Pascal nagyon tudatosan szembenézett ezzel a problémával, és éppen ezért csinál egy olyan apológiát, amely eleve ab ovo lemond arról, hogy racionálisan bizonyítja Isten létét. Azt mondja, hogy ez tök fölösleges, erre semmi szükség nincs. Hanem mit csinál, és akkor hangozom már el a híres fogadás érv, kidolgoz például egy érvet amellett, hogy ésszerű Istenre fogadni. Ésszerű Istenre fogadni, mert hogyha az egész életet egy ilyen játékelméleti szituációba helyezzük, akkor, és mérlegeljük azt, hogy mit veszhetünk akkor, hogyha Isten ellenében fogadunk, vagy mit nyerhetünk, illetve mit veszhetünk akkor, hogyha Istenre fogadunk, és mit nyerhetünk, akkor ki fog jönni az a kalkulációból, hogy sokkal többet nyerhetünk, ha Istenre fogadunk, mintha ellenébe, és sokkal kisebbet vesztünk, hogyha Istenre fogadunk, mintha ellenébe. Oké. Nagyon érdekes érv, viszont ez nem egy istenérv. Tehát ezt sokan úgy olvassák, hogy ez egy istenérv. Ez nem egy istenérv, hanem voltak éppen mi mellett érv. Amellett érv, ugye, hogy ha az ember belátja annak a racionalitását, hogy érdemesebb Istenre fogadni, mint Isten ellenében, akkor az mit jelent? Azt jelenti, hogy belátom, hogy mostantól fogva úgy kell élnem, mintha Isten volna. Tehát ez nem egy istenér, ennek nincsen teológiai és ontológiai közvetlen jelentése, hanem ez egy morális elköteleződés jelent. Úgy kell élnem, mintha Isten volna.
Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy magában a szövegen belül is mit látunk, teljesen igazad van, hogy ez nem működik jól, mint apológia, mert nem egy győzelmes apológia, ami a végén aztán, megmutattuk nagyon jól a hitetleneknek, hogy nekünk van igazunk, és éppen az izgalmas benne, hanem egy olyan apológia, ami azzal kísérletezik, egy hihetetlen szellemi kaland egyébként, azzal kísérletezik, hogy ha egyszer nem lehet, bebizonyítani, mégis mit lehet mondani ebben a témában, és hogyan lehet ezt a kérdést kezelni. Na, tehát itt szerintem egyezik a kettőnknek a véleményeit, szerintem, és ettől lesz nagyon-nagyon érdekes és izgalmassá. Ugye az apologetikával kapcsolatosan, hogy az Isten ajándéka, tehát akkor ez a kegyelem, akkor mit izélünk itten, hogy bármit... Ugye, hogyha egy kicsit megkaparjuk, hogy mit értünk a kegyelem alatt, és hogy nagyon világos, igen sok irányú széttagolása van a teremtetlen kegyelem, a teremtett kegyelem, a különnek is az egész hierarchiája a kegyelemnek, az állapotbeli, hát ez mind kegyelem. És hát igen, hogyha azt gondoljuk, hogy az Istennek a felénk kommunikációja csak az ő direkt ránk bocsát valami álmot, és kinyilatkoztat, ha ezt értjük a kegyelem alatt, akkor nincs értelme másnak valóban. De hogyha azt a kicsit differenciáltabb és értőbb kegyelemfogalmat használjuk, akkor már mindjárt megnyílik a tér az apologetika felé is. Mondjuk az egyik reflexió. Másik pedig az, hogy ugye a minden egész eltörött az emberi racionalitásnak a végessége, a lehetőségei, ugye az a Krisztus, akiben ő harmonizál mindent, az a logosz, az Isten logosza, vagyis a kimondása. És ebben a logoszban jön létre minden kisebb logosz, akik mi vagyunk, tehát a töredékek. Vagyis, hogy eleve a kereszténység onnan indul el, hogy a foglalata az Isten logosza mindeneknek. Vagyis kimondható. Vagyis próbálhatunk ágaskodni, és hogy tudunk előre haladni. Hát nem, most én nem tudom, ez mennyire mit jelent az egészhez, de minden esetre azt gondolom, hogy itt a kegyelem fogalom az egy érdekes dolog, és a másik a logosz kérdése megint egy érdekes hozzájárulás lehet az egészhez. Ugye ez a probléma, amennyire én látom, abból fakad speciálisan, hogy itt... Ugye Pascal egy olyan kegyelemfogalommal dolgozik, ami amennyire én látom, de lehet, hogy tévedek, talán egy picit kevésbé engedi meg ezt a fajta differenciált összeszövődését a természetesnek az isteni segítséggel, hanem egy nagyon mélyen kalkulálhatatlan az emberi racionalitást akár megbotránkoztató értelemben kalkulálhatatlan kegyelemről beszél. Tehát pontosan ez az a teológiai vita, ami a korban a janzenisták és a másfajta kegyelemtan képviselői között vannak, hogy mennyire illeszthető bele az isteni segítség az emberi természetnek, az emberi racionalitásnak, az emberi kultúrának, és így tovább a különböző segítő jellegű aktivitásába. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy itt Pascalnál a probléma az pontosan azért ilyen nehéz probléma, mert hogy itt egy nagyon éles határ van. Aztán ugyanezt látom, tehát, hogy nem érdem, tehát, hogy én igazából nem szeretném így elsimítani ezeket az éleit Pascalnak, amelyek miatt azt mondtam, hogy számomra egy nehéz szerző, egy provokatív szerző. Ilyen éle például a pascali perspektivizmusnak az, hogy az a fajta perspektivicitás, amiről ő beszél, az például nagyon hangsúlyosan más, mint Leibniznél, vagy a felvilágosodás számos más szerzőjénél. Mert ugye ez egy
az egy nagyon a korban ismert perspektívikus megközelítés vallási kérdésekben, hogy tulajdonképpen minden vallás így vagy úgy ugyanazt az igazságot fejezi ki. Ez egy perspektívikus megközelítés. Minden vallás szimbolikusan megragad valamit abból a nagy egészből, amit teljesen soha nem tudunk megragadni, és amit lehet esetleg arról beszélni, az egyik tisztábban, a másik kevésbé tisztán. Ugye ez egy nagyon tipikus közelítés a korban. De hogy Pascalnál nem így perspektívikus a vallás. Tehát ő feketén-fehéren megmondja, hogy itt vannak a különböző vallások, egy igaz, a többi téved. Pont. Ami a perspektivicitást jelenti, az az, hogy tulajdonképpen megérthetjük, hogy miért tévednek. Azért, mert egy nem jó nézőpontból nézik a dolgokat, azért, mert nem Jézus Krisztus személyén keresztül néznek a világ, stb. Tehát megmondható, hogy miért tévednek, de de facto mégiscsak tévednek. Miközben ugye van egy békülékenyebb típusú perspektivizmus a korban, amivel Leibniz kísérletezik, vagy nagyon sokan mások, hogy tulajdonképpen mindegyik vallás az valamit megragad az igazságból. Tehát hogy én ezek miatt mondtam, amit mondtam, hogy ez egy ilyen nehéz vállalkozása a pascali apológia. Egyébként, ezt még hadd tegyem hozzá, én úgy látom, és ez számomra nagyon izgalmas volt a könyvben, hogy nálad is, minthogyha kétféle viszony volna a pascali apológiához. Egyrészt rekonstruálod nagyon szépen azt a struktúrát, azt a szerkezetet, amin belül egyáltalán értelme van egy ilyen perspektivikus apológiáról beszélni. Másrészt a könyvnek a záró fejezete, ami számomra azt hiszem, hogy a legszebb szöveg a könyvben, az valahogy, minthogyha, nem mondom, hogy ellentmondás van közöttük, csak hogy mégsem ezt a fajta a perspektívákhoz a megfelelő nézőpontot megszerkeszteni kívánó Pascalt vezeti elénk, hanem azt a Pascalt, aki átéli az emberi létnek az unalmát, és ugye Jézus Krisztussal együtt éli át, de hogy ennél többet nem tud mondani. Még ez akkor egy gondolat, hogy hát igen, ez egy ilyen hagyományos értelmezés a Pascal, hogy Pascal egy tragikus gondolkodó, ugye? Tehát, hogyha egy működő apológia volna a gondolatokban, akkor egyáltalán nem lenne tragikus gondolkodó. És hát ez az utolsó szöveg, amire utalsz, az tényleg azzal, ott azzal próbálok számot vetni, hogy miben is áll ez a tragikus látásmód. Én azt gondolom, hogy akkor, tehát azért tartom hitelesnek a Pascalt, mert hogy ez a tragikusság, ez benne van, ami azt jelenti, hogy nem tudjuk, tehát hogy nem tudjuk az egészet rekonstruálni. És én nem akarom, tehát hogy egyáltalán nem vált szándékomban ezt a tragikusságát feloldani, hanem hát elkezdtem menni azon az úton, ami ennek a perspektívikusságnak a nyomában valahogy ezt a szöveget egy ilyen egységes koncepcióba tudja ágyazni. És hát igen, és hát egyébként megjelent egy elég hosszú és elég értő recenzió róla, ami szintén ezt a feszültséget kiemeli már a könyvemről. És hát igen, tehát ez, én azt gondolom, hogy ez mind a kettő benne van a Pascalban. Tehát egyszerre ez a szándék és törekvés, másrészt pedig az a tudat, hogy nem lehet oda elérkezni. És azt gondolom, hogy ez talán jó ezt fenntartani, ezt a feszültséget még az értelmezésben is. Most már 5/4 órája itt ülünk, és esetleg van-e valakinek valami kérdés vagy reflexió Tamáshoz, vagy Danihoz, Józsihoz?
a fogyasztó, hát igen, ez egy fogyasztóhely, szóval ez egy, itt a fogyaszt azon az oldalon is. Igen, hogy érezte volna magát Pascal egy jezsuiták által terített asztal körül? Nagyon jó kérdés. A... Fennmaradt egy anekdóta az életéből. Az utolsó napjai, nem az utolsó napjai, az utolsó hónapjaiban történt, hogy miséről tartott haza felé. A Szent Sulpice-ből, ő ott lakott akkor a Szent Genevieve hegyén, tehát ahol most a Pantheon áll, ott a környéken, mindegy, több helyen, de ment hazafelé, és találkozott egy lányjal, egy fiatal lányjal, aki pénzt kért tőle, és akkor nagyon furcsa volt számára, hogy honnan jön ez a lány, meg miért kér pénzt, meg nem tudom, és elkezdte kérdezni, és kiderült, hogy nagyon-nagyon nyomorú a sorsa, meg nem tudom én, az utcára került, és meg akarta valahogy menteni, és ezért visszafordult vele a Szent Sulpicehez, és ott a plébánián megkérte a plébános, hogy vegye a gondozásába, és adott neki egy nagyobb összeget, hogy tehát egy ilyen anekdot, hogy és megmentette ezzel ennek a lánynak az életét, hogy ne kell prostituálnia magát, vagy nem tudom, szóval ilyen különböző veszélyek fenyegették. A pikantéria a dolognak az, hogy a Saint Sulpice ekkoriban a párizsi jezsuitáknak a központja volt. Ugye? És ez ütött szöget, ez egy elég hiteles történet, ez ütött szöget az életrajzért, hogy mi a fenét keresett Pascal a jezsuitáknál misén élete utolsó hónapjaiban. Most akkoriban már tudjuk, hogy eléggé komolyan összerúgta a port a janzenistákkal több szempontból is. A pápa indexre rakta ez pont ellenér lenne, a vidéki leveleket, ami elég rosszul esett neki, de hogy ez egy ilyen misztikus dolog, hogy nem lehet, nincs rá igazából magyarázat, hogy a végén, hogy mégiscsak kibékült volna a jezsuitákkal. Ugye lehet, hogy nem érezte volna magát rosszul, ki tudja. A kérdés helyesebb lett volna, hogy melyik Pascal érezte volna rosszul magát a jezsuiták által terített asztalnak. Igen, hát amikor ugye írta a vidéki leveleket, ezek voltak azok a levelek, amelyek névtelenül, amelyekkel beszállt a janzenisták oldalán a jezsuiták elleni küzdelemben, és amely nagyon komolyan a janzenisták oldalára billentette a mérleget, és a jezsuitákat nagyon keményen ugye lejáratták ezek a levelek, akkor a Pascalnak inkognitóban bujkálnia kellett, mert a rendőrség is őt üldözte, és különböző kis hotelekben szállt meg Párizs különböző külvárosában, hogy ne akadjanak a nyomára, akkor nem biztos, hogy szívesen elment volna vacsorázni a jezsuitákkal. De hát ez már a múlté, ugye ez. A kérdés továbbra is él, hogyha van valakinek reflexiója, akár a filozófia, akár kegyelemtan, akár egzisztencializmus, akár. Igen, ha azt tennék föl, vagy teszem föl a kérdést, hogy ezekben a tanulmányokban mondtad, hogy sokat dolgoztál azért, hogy egy egységes kötet legyen, hogy mi volt a fő szempont, ami mellé ez az egységesség aztán rendeződött. Ez egyik vagy a másik része pedig, hogy ugye 15 éve, hogy végzed ezeket a kutatásokat, hogy mire tekintesz úgy, hogy az egész irodalmat tekintve, ez egy kis saját anyag. Saját anyag milyen értelemben? Pascal megértésében, mai megértésében. Hát ennek az a története, hogy én a doktori disszertációmat az Franciaországban írtam, Párizsban, és az akkor meg is jelent, és akkor utána az francia nyelven, és sokan megkérdezték, hogy hát lefordítom-e magyarra,
és mivel az egy ilyen eléggé, egy apró problémának egy elég szakmai jellegű feldolgozása, meg értelmezése volt, ezért azt gondoltam, hogy nagyon jó lenne magyarul is írni erről, de érdemesebb lenne erről inkább egy monográfiát írni, mert az nagyon hiányzott, úgy éreztem a Magyarországon, pedig nagyon-nagyon-nagyon népszerű szerzőnek számít szerintem Pascal, ma is sokan olvassák. És ezért akkor elkezdtem írni egy monográfiát, ami hát most bocsánat, de megmutatom, tehát ez így néz ki, ez a cím, hogy Blaise Pascal. És ennek az volt a célja, hogy adjon egy teljes áttekintést az életéről és az összes művéről teljesen, tehát így globálisan. És hát közben, ez így jött ki az a sok idő, közben pedig hát született egy csomó tanulmány, hogy az ember, amikor filozófia történészként dolgozik, nagyon sok konferenciákon vesz részt, meg publikál folyóiratokban, meg nem tudom, van egy ötlete, akkor azt megírja. És ezek olyan dolgok voltak, amik ugye se a doktorimban, se a monográfiában nem fértek bele, és viszont egy-egy rész problémára fókuszáltak. Na most ezek a résztanulmányok, ezek abban a koncepcióban születtek, mint amiben ezt a két első könyvet írtam, és tehát nem volt tőle idegen, ettől az egész értelmezéstől, amit most így nagyjából, amiről beszélgettünk. És ezért nem volt olyan nehéz összeszervezni egy önálló kötetté. Illetve hát nagyon az volt inkább a munkás dolog, hogy le kellett fordítanom, a tanulmányok fele az franciául jelent meg, és azokat le kellett magyarra fordítani, és akkor az egészet így össze egységesíteni. Igen, tehát hogy ez nagyjából ez volt a munka hátterében. A gondolatok magyar fordításával nem nagyon vagy megelégedve. Mi a fő kritikád? Hát nagyon sok kritikám van vele. A legnagyobb baj a gondolatok magyar fordításával az, hogy abszolút nem olvasóbarát. Ezt érdemes elmondani azért. 1978-ban jelent meg Pődör Lászlónak a fordítása, ami óriási dolog volt, mert akkor jelent meg egyedül először teljes gondolatok fordítása magyarul, 78-ban. Csak az egy baj vele, több baj van vele, de ez egy elég baj, nagy baj vele, hogy tehát hogy akkor a 70-es évek második felében a Pődör László egy 1904-ben megjelent Pascal kiadást fordított le magyar nyelvre, ami akkor már majdnem 20 éve teljesen elavultnak számított a szakmában, majd mindjárt elmondom azt is, hogy miért gyorsan. És sajnos ezt fordította le magyarra. Na most ennek mi a Pascal gondolatok kiadásának a fő problémája? Az ugye, hogy van 1000 töredék, és mindig az a kérdés, hogy milyen sorrendben adjuk ki ezeket a töredéket, hogyan rendezzük. Most a egészen 61-ig, az volt az elv, hogy a kiadó vette, elolvasta az 1000 töredéket, és megállapított kategóriákat, különböző tematikus blokkokat, és abba besorolta a töredékeket, és aztán így kiadta. Most az egyik legmeghatározóbb ilyen kiadás, ez az 1904-es, az tényleg egy nagyon jó kiadás volt, ez a Leon Brunswick féle kiadás, aki azt hiszem 26 fejezetet állapított meg, nagyon jó címekkel ellátta, és 26 tematikus egységbe sorolta a gondolatokat. A Pődör László ezt fordította le. Csak egy dolog, nagyon sokáig nem értettem, hogy miért, elfelejtette, és ez a mai ezekben a kiadásokban nem tudom, elfelejtette a fejezet címeket feltüntetni. Tehát úgy van kiadva az 1000 töredék, hogy első fejezet, második fejezet, harmadik fejezet, és itt a 26. fejezet, ott szekciónak van írva. És nem értettem, hogy miért. És aztán egyszer csak találtam egy könyvtárban egy valamikori, nem tudom én, az 50-es évekből, vagy talán még 40-es évekből származó olyan Brunswick Pascal gondolatok kiadást, amiben tényleg nem voltak feltüntetve a fejezet címek. És felteszem, hogy egy ilyennyel lehetett a Pődör Lászlónak, és ilyenből fordíthatta magyarra. Most a mai olvasó az mit kezdjen 1000 darab töredék, vagy első fejezet, miközben ott tematikusan el vannak nevezve ezek a fejezetek, az ember kicsinysége, ember nagysága, és stb. Na most, szóval, hogy már ez már ezek a problémák. Na most, viszont
József utalt rá, hogy 1961-ben történt egy nagyon nagy filológiai felfedezés, egy Louis Lafumé nevű francia filológus tette. Rájött arra, hogy az 1000 töredékből az 1/3-át a töredékeknek Pascal már sorrendbe rakta, még az életében, és nem csak sorrendbe rakta, hanem fejezetekbe osztotta, és a fejezeteket címmel látta el. Ez úgy történt, ha még van annyi idő, azt még elmesem, ez tök érdekes szerintem. Ez úgy történt, hogy annak idején a Pascal ilyen nagy, nem tudom, hogy hívják ez, vagy ilyen folió, nem tudom, milyen nagy papírokra írta a töredékeket, egy nagy asztalon volt ott, egy nagy papír, és akkor mindenféle módon így írogatott rájuk, és utána fogta és fölvágta őket. És ilyen kis papírokra vágta őket, és amikor megvoltak ezek a kis papírok, akkor ő így rendezgette, meg nem tudom én, és akkor kitalálta, hogy oké, akkor ez lesz itt egy fejezete ennek a műnek, és össze, cérnával összevarta. És ezt úgy hívták, hogy liász. Un liász. Ez volt a neve ezeknek. És ezt egy ilyen cérnákon összevarva a szobájában egy kifeszített egy ilyen teregetőkötet, szárítókötet, és azokra ráakasztotta. És az van, hogy amikor, és nagyon sokáig azt gondolták, hogy amikor a rokonok bementek a szobájába, ott össze-vissza óriási káoszban találták a fragmentumokat a szobában, mindenhol. De kiderült, hogy nem, és ezt le is írja a nagybátyja Pascalnak, hogy liászokban találtuk meg. Csak hogy az, hogy liász, azt nem tudták, hogy mit jelent. Tehát ez egy olyan szó, aminek elveszett a jelentése. És akkor még ezt tudták, de már a 18. században már valami más forra módon tárolták az iratokat, és elveszett, és nem tudták, hogy mi az, hogy liász. És a Louis Lafumé már rájött arra, hogy mit jelent az, hogy liász, elkezdte kutatni ezt a szót, mert ez le van írva, hogy liász, csak ezt senki nem vette figyelembe. És észre rájött arra, hogy ez azt jelenti, hogy ezek össze voltak fűzve. És elment a Bibliothèque Nationale-ba, kikérte a kéziratokat, és döbbenten vette észre a kicsi lukakat a papíroknak a sarkában, amelyeket annak idején a Pascal a tűvel csinált, és amivel összefűzte. Oké, szuper, tehát ezek egyszerűen össze voltak fűzve egy-egy kötegekbe, ugye? És kiderült az is, utána tovább kutatott, és kiderült az is, hogy akik bementek, azok rendkívül pontosak voltak, ez az Étienne Piria nagybátyja, meg mit tudom én ki. Ezek nagyon figyeltek mindenre. Ezek tényleg ilyen nagyon-nagyon nagy pontos emberek voltak. Ezek, hogy is volt? Hogy találtak egy listát, pontokba szedve, amiről ki lehetett valahogy mutatni, hogy ez nem volt más, mint a fejezeteknek a címei. És ezeket szépen le is másolták, mégpedig akkor gyorsan csináltak két másolatot az összes megtalált papírról, és ráadásul ez a két másolatot ezt úgy csinálták, hogy abban a sorrendben, ahogy azok föl voltak akasztva. Tehát fogták az első liászt, és szépen lemásolták. Fogták a másodikat, és lemásolták. És a legelejére ráadásul oda másolták, hogy de nem írták oda, hogy ezek így fejezett, de hogy ezt rekonstruálni lehetett. És ez egy óriási felfedezés volt, és a Louis Lafumé ennek nyomán észrevette, hogy hát azokat a kópiákat, azokat a másolatokat kell a kiadásban használni, amit eredetileg meg, és azok meg is vannak a Bibliothèque Nationale-ban, mind a kettő. Most még azon folyik a vita, hogy az elsőt vagy a második másolatot kellene igazából használni, mindegy, ez már részletkérdés. De az, hogy óriási dolog, hogy van egy készülő mű, aminek tényleg az 1/3-a, pontosabban hát nem a, mindegy, a gondolatok 1/3-a, az már a Pascal által sorrendben van rakva, lehet az egésznek az ívét nyomon lehet követni, pontosan megvannak a fejezetek, stb. Tehát, hogy nagyon sokat tudunk ahhoz képest, amit a Brunswick kiadásban tudtak, és amit erről a magyar kiadás kommunikál. Úgyhogy kellene tényleg egy új Pascal gondolatot. Ehhez kéne számozni, tehát nem csak ez a probléma vele. Hát nem. Tehát azt mondtad, hogy körülbelül 1/3-át már újra fordítottad. Aztán leálltál. Tehát akkor nem csak a újra rendezésről van szó. Igen, hát újrafordításról is van szó, persze. Tehát nem csak újra számozni kellene, hanem... Jó, de hát tehát inkább szerintem nagyon nagy... A Pődör László egyébként egy remek fordító, és nagyon, nagyon nagy dolgot
művelt azzal, hogy lefordította. Hát nyilván vannak benne problémák, hát ő nem foglalkozott olyan sokat Pascallal, nagyon jó Molière-eket fordított, meg 17. századi irodalmi szövegeket. Nem volt egy Pascal kutató. Egy Pascal kutató nyilván más lát a szövegben, és olyan jelentésrétegeit, meg stílusárnyalatait látja benne, amit más talán nem. Hát ez is egy értelmezés kérdése, de... Igen. József, ugye? Kérdésemmel megragadva azt, hogy mit akar Pascal, ez hirtelen ugye egyfolytában nincsen János, vagy nincs érte a legalábbis megérített Adéval hagyjuk vissza, hogy minden egész eltörött, és akkor ennek a farvizén rá szeretnék kérdezni, hogy lehetséges egy ilyen párhuzam, hogy nincsen-e a... nagyon sokféleképpen nézzük ezt az egész perspektivizmus, de ugye van egy olyan ága az irodalomnak, amely azt mondja, hogy mondjuk különösen a kései Nietzsénél fogalmát letisztultam Nietzsénél, hogy tulajdonképpen azért jön ez, azért vannak ilyen genealógikus standardek a Nietzsénél, mint az alapszolgambalás, a fordítás, hogy hát mindegy, hogy ezek mit jelentenek most, de mert hogyha megállítunk ilyen perspektivizmuson kívül eső, de nincs ilyen történeti, de mégis standard fogalompárokat, akkor ez kell a Nietzsének ahhoz, hogy igazán perspektivikus legyen, hogy igazán végrehajtsa a morálkritikai, a teljes morálkritikáját. Nem arról van ez szó a Pascalnál is, hogy a kegyelemtabla történő ezen utalások pontosan azt szolgálják, hogy igazán perspektivikusnak tudjon. Tehát, hogy az, amit az előbb, tehát, hogy ez a szuper perspektíva nem azért van meg, hogy ugyanúgy apologetikus legyen, mint a kor katolikus protestáns, stb. Szerzői felekezetenként, hanem pont azért kell neki ez, hogy még jobban meg tudja erősíteni ezt a típusú perspektivizmust. Csak ez egy ilyen párhuzam, mert a Nietzsénél úgy látjuk, hogy kell neki. Ha nem vesz fel bizonyos standard vonatkoztatási pontokat, amiket aztán hogy vesz fel, az egy másik kérdés, akkor kevésbé képes kritikus lenni, kevésbé képes perspektívikus lenni. Nem erről van szó a Pascalnál is talán. Hát idáig én azért nem merészkednék, mert jó, van egy ilyen párhuzam a perspektivizmus tekintetében Nietzsche meg Pascal között, de attól a pillanattól fogva, hogy Pascal hierarchiát állít fel a perspektívák között, itt szerintem borul a párhuzam, tehát az Nietzsénél ez teljes mértékben tarthatatlan lenne, és hát épp arra utalsz te is, hogy Nietzsche azzal van elfoglalva, hogy ezt radikalizálja, ezt a perspektivizmust. Azért a Pascalnál távolról sem ennyire radikális. Mert hogyha van hierarchia a perspektívák között, akkor könnyen afelé tendálunk, amit a Dani értelmezésében, meg József is az értelmezésében ki hangsúlyozott, hogy könnyedén egy ilyen összeálló struktúrában kezdhetjük el szemlélni ezt az egész a szöveg által leírt valóságértelmezést. Igen. Biztos nagy segítség lett volna, ha kicsit tovább él Nietzsche a számítógép föltalálásához, ezek a nagyon megihlettek, ezek a szárítókötelek és a vagdosat és a rakosgatnia, hogy ugye paste, copy és a... akkor nem tudom, igen. Hát, mondjuk nyelvek számomra egészen más, mint a többi. Nem vagyok filozófus, tehát nem onnan fogok kérdezni. És ezzel vezette főbelem azt a gondolatot, hogy mivel én Pascal sosem tudtam volna előzőben olvasni, sem is olvastam, hogy ezek a perspektívikus látások, vagy az ő világnak a perspektívikus különböző értelmezése, és azok nyelvek is követhetőek amiben, tehát hogy vannak ennek filozófiai követhető különbözőségei, és a másik meg, hogy ehhez a kérdéshez, hogy egy töredéken belül is akár megnyilvánul a több perspektíva, vagy ez külön mondható töredékekre, különböző helyekről kell összeadni a különböző perspektívákat. Uh-huh.
Nagyon köszönöm a kérdést. Nagyon jó kérdés, mert nagyon adja alám a lovat. Igen, tehát abszolút így gondolom, tehát nyelvileg, hogy tehát azt lehet megfigyelni, hogy úgy tűnik, hogy a gondolatok, ugye eleve azt szoktak mondani, hogy egy zseniális, stilárisan, zseniálisan megírt szöveg. Sokan irodalmi szövegnek tekintik, ami nagyon erősen át van retorizálva, és nem egy filozófiai, ahol fogalmi pontossággal dolgozna a szerző. És ez például abból is lehet látni, hogy használ bizonyos terminusokat, de hol így használja, hol úgy használja. Tehát egy kifejezés alatt mást és mást ért, attól függően, hogy milyen szövegkörnyezetben található az a kifejezés. Na most én azt gondolom, hogy a központi fogalmai a gondolatoknak, azoknak a jelentés változásai pontosan ilyen perspektívikus szempontból nyomon követhető. Mondok egy példát, az a bölcsesség. Ez a bölcsesség, ez a kifejezés, ez nagyon elég gyakran előfordul a szövegben, de három különböző jelentése van. Legalább. Jelenti azt a bölcsességet, ami egy látszat bölcsesség, de ezt nincs így körülírva, csak mondja, hogy bölcsesség. Jelenti azt az emberi bölcsességet, ahova az ember valóban el tud jutni, nem látszat bölcsesség formájában, hanem egy jól megalapozott emberi helyes ítélő képesség formájában, és jelenti azt a bölcsességet harmadrészt, amit Istentől adatott bölcsesség, tehát valamilyen olyan bölcsesség, ami racionálisan és emberi erőkkel nem elérhető. Most azt gondolom, hogy például ez a kifejezés, ez pontosan megfeleltethető a rendeknek, ez a három megjelenése, hogy melyik rendben rakjuk be, és azt gondolom, hogy egy csomó, tehát lehetne egy ilyen tanulmányokat folytatni, ez egy ilyen tervem, hogy ezt majd esetleg elkezdem, hogy megcsinálom, még nem volt rá időm, hogy ezeket a fogalmakat megnézni, hogy Pascal hogyan használja, attól függ, hogy milyen rendben, vagy milyen perspektívában beszél egy problémáról, vagy egy dologról, olyan értelmet vesznek fel bizonyos fogalmai, vagy szavai. Tehát az, hogy valamit, Pascal egy töredékben elkezd valamiről beszélni, az szerintem meghatározható, hogy melyik rendben beszél. Meg lehet határozni, hogy abban a töredékben melyik rend. Tehát vannak olyan töredék, például, ahol kvázi ilyen teljesen materialista, természettudományos alapon értekezik a valóságról, benne az emberről, és így tovább, teljesen zárójelezve minden teológiai tartalmat. Ott feltételezhető, hogy egy olyan rendben írja azt a szöveget, ami ugye mondjuk a második rend, az észrendje. De amit csinál, az, hogy váratlanul egyszer csak csinál egy ilyen rendváltást, vagy egy perspektívaváltást, és beszúr egy olyan mondatot, ami egy másik perspektívában van értelme, vagy van jelentése. És van, hogy tovább folytatja, és aztán megint vált. Ezt úgy hívja egyébként, a Pascal ezt meg is nevezi, ezt úgy hívja, hogy az érv folytonos ellentétbe fordítása, így lehetne fordítani, állandóan egy ilyen játék az érv, a pro-érv és a kontraérv között, hogy ezt valójában egy ilyen perspektíva váltásokkal éri el egyetlen egy adott töredéken belül. Tehát a kérdésre válaszom az, hogy igen, ez tetten érhető stilárisan is, a nyelvhasználatában is, és egyetlen egy töredéken belül is csinálja ezt a játékot. És azt gondolom, hogy ha az ember így áll hozzá, hogy a rendekből olvassa a szöveget, akkor nagyon érdekes, és ezt fel tudja fejteni, hogy ez hogy működik a szövegen belül. Köszönjük szépen, hogy jöttetek, hogy ezt a 100 percet itten mindenki úgy... Szóval adjunk nekik egy tapsot. És akkor ne feledjük, hogy vannak ott könyvek, van ott egy pult, és van egy csomó nyitott ember beszélgetésre, nem kellene. Köszönöm.